A jövő hétvégi elutazás előtt sajtónyilvános edzést tartott Tatán a tokiói olimpiára készülő birkózó válogatott. A fiúk izzadtak rendesen a két órás tréning alatt, világbajnoki ezüstérmes reménységünk Lőrinc Viktor elárulta, az indulásig hátralévő kis időben még igyekeznek finomítani egyes részleteken. A ceglédi klasszis tokiói céljairól sejtelmesen nyilatkozott, bátyja a világ és Európa bajnoki címvédőként, és ugyancsak a kategória első kiemeltjeként kiutazó Tamás azonban nem is titkolta. Leghőbb vágyuk, hogy csak úgy, mint a két évvel ezelőtti kvalifikációs VB-ről, a japán fővárosból is mindketten fényes érmekkel térjenek haza. Az évele ez egy kicsit döcögös volt, azért a múlt évben volt egy-két olyan problémám, mind a térdoperáció, mind a Covid, ami nyomot hagyott rajtam, és egy kicsit nehéz volt utolérni magam, de tudtam azt és bíztam benne, hogy igenis ez sikerülni fog még az olimpia előtt. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt hetek már nagyon jól alakultak. Mind a kondíciós edzéseim, a súlyzós edzéseim, mind a birkóz edzéseim. Ma például egy kontrollmeccs napot tartunk, ahol nagyon jól ment a birkózás, és nagyon örülök neki, hogy majdnem, hogy 100%-os állapotban vagyok. Van még két hetem az én versenynapom, még úgyhogy még odáig egy kis élesítést, de úgy gondolom, hogy addigra mindent megteszek azért, hogy a legjobb formát hozhassam. Erőlétileg volt nehezebb visszajönni, vagy a birkózás része? Mind a kettő része. Valahogy erőlétileg sem voltam azon a szinten, amit szerettem volna, és ezt nem bírtam átvinni a birkózáson, ami nekem erősségem volt, hogy rábírtam erőltetni az akaratomat, és felbírtam őrölni az ellenfelemet. Valahogy ez nem ment, és kicsit nehéz volt, és sokat gondolkoztam rajta, de tudtam azt, hogy egy út vezet idáig, hogy igenis bele kell tenni azt a mennyiségű munkát, ami miatt majd azt fogom tudni mondani, hogy végre utolértem magam, és ez kellett hozzá, hogy volt egy nagyon kemény alapozásunk, utána egy utóalapozás, és most tudom azt mondani, hogy ahogy jön az élesítés, hogy egyre jobb formában érzem magam. Az elmúlt időszak ez nagyon, nagyon érdekes volt, úgyhogy én tényleg nagyon boldog vagyok, hogy az én pályafutásomon megadatik ez még, hogy a negyedik olimpiámra nem hogy kijutottam, hanem valóban ki is fogok jutni reményeim szerint. Hát nagyon izgultunk, és tényleg sokszor elhangzott, hogy itt nem lesznek nézők, és nagyon sokan ezen hogy mondjam, pánikolnak, hogy néző nélkül olimpia, hát engem az se érdekelne, hogyha csarnok nélkül olimpia lenne, csak valahol feldobnak egy szőnyeget, csak legyünk ott. Ugye nagyon sok munka van az elmúlt jó pár évben Rio óta, ugye nem is 4, hanem 5 év telt el, úgyhogy nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy ide kijuthassunk. Úgyhogy én tényleg azt vallom, hogy itt már a kinti körülmények már nem befolyásolhatnak minket semmilyen irányba, csak legyünk ott. Bármi történhet, de mi megpróbálunk mindent megtenni és mindenkiből maximálisan felkészülni, maximális felkészült állapotba érkezni, és hát bízni abba, hogy a legjobban fog alakulni. Nyilván lesznek nagyon nehéz mérkőzések, ugye ebből a szempontból, hogy elsőként kiemeltek vagyunk, legalább tudjuk, hogy az a két-három ember hol helyezkedik el, de van még 12, aki bárhogy jöhet, és az én súlycsoportomba jöhet, akár az orosz, a bulgár, jöhet az azeri az első mérkőzésekre, és ezek azért nagyon komoly ellenfelek, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul. Nem sok mérkőzés van, de az mind nagyon kovász lesz, úgyhogy úgyhogy erre abszolút felkészülünk, és hát hál' Istennek megadatott az, hogy itt az utolsó időszakban nagyon jó emberekkel tudtunk küzdeni. Most is itt van az egyik ukrán ellenfelem, akivel itt két hete tudtam készülni. Akkor Mátraházán ott volt a svéd srác, akivel a VB-n döntöztem, úgyhogy tényleg próbáltunk nagyon jó embereket hívni edzőtáborba, akik hál' Istennek szívesen jöttek, úgyhogy nagyon jó edzések vannak mögöttünk. Hát meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Nekünk ez köztudott, hogy nagy vágyunk, hogy minden világversenyen álljunk mind a ketten dobón, ez már összejött EB-n, összejött VB-n, és hát már csak egy maradt hátra, és hát nagyon bíztunk benne, hogy ez megadatik legalább a lehetőség, hogy ezt megvalósítsuk, és most itt állunk ezelőtt, úgyhogy ez egy nagyon nagy motiváció mind a kettőnknek. Nem szoktam mostanában találgatásokba belemenni, nekem van egy belső célom, egy elhatározásom, és ezt majd az olimpia után majd megbeszéljük, hogy akkor ez mi volt, jó?